Köszöntöm a kedves nézőket, Lapszemle következik, már is mutatjuk, miről lesz szó ma. Új hulladékgazdálkodási szabályzatot fogadott el nemrég a helyi tanács, a személydíjat is megemelték. Rábólintottak a nagycsaládosoknak nyújtandó kedvezményekre a városatyák. Elkezdődött a téli vakáció, s vele együtt véget ért az első fél év a diákok számára. Új hulladékgazdálkodási szabályzatot fogadott el nemrég a helyi tanács. Ebben nagy hangsúlyt kap a szelektív hulladékgyűjtés. Így szeretnék elérni, hogy csökkenjen a háztartási szemét mennyisége. A tegnapi ülésen a szemétdíjat is megemelték. Korábbi tanácsülésen szabályzatot fogadtak el a köztisztasági közszolgáltatás működésére. Mint Nagy Zoltán polgármester fogalmazott, a tudatos és felelős hulladékgazdálkodás alapjait teremti meg a szabályzat. Egyedül egyetlen nagy oka van ennek, az pedig az, hogy minél hatékonyabban és tudatosabban szeretnénk a hulladékgazdálkodást megoldani a városban, bevonva be a lakókat is oly módon, hogy minél több szemetet, háztartási hulladékot szelektíven gyűjtsünk. Erre a legnagyobb okot és legfőbb okot az adja, hogy a jövőtől, 2020-as évtől az Európai Unió, Románia minden egyes települését arra kötelezi, minden egyes lakóját, hulladéktermelő egyéni fogyasztóját is, hogy a begyűjtött háztartási hulladék azon részére, amit hulladék lerakó udvarokban tárolnak, tonnánként 80 lejes értékben kell megfizesse ezt minden egyes lerakásdíjat az illető hulladékgazdálkodási vállalat, és ezt az értéket át kell terhelje a lakók számára, és mi azt szeretnénk, hogy minél kevesebb ilyen lerakott tonna és minél kevesebb mennyiség legyen, ezáltal is kevesebbet kell fizetni speciális illetéket a lerakásdíj kapcsán. Az, hogy el tudjuk érni azt a célt, hogy kevesebb legyen a hulladék udvarokban és a hulladék lerakókban tárolt szemét mennyisége, úgy tudjuk megoldani, hogy szelektíven gyűjtsük a háztartási hulladékot, és a jelen szabályzat pedig erre ad megfelelő keretrendszert, hogy minél inkább hatékonyabban és elérhetőbbé tegyük ezt a szolgáltatást mindenki számára. A kertes házakban élők különböző színű zsákokat kapnak majd, hogy azokba rakják a papír, fém, üveg és műanyag hulladékot. A nem háztartási szemétnek minősülő hulladék lerakására is lehetőséget biztosítanak majd. A tervek szerint jövőre egy hulladékudvart hoznak létre, ahová lakosonként egy köbméternyi szemetet lehet majd szállítani ingyenesen. Jóvá hagyja egyfelől azt a keretrendet, amelyben a szelektív hulladékgyűjtés meg fog majd valósulni úgy a kertesházban lakók számára, mint a tömbház lakók számára, másfelől pedig egy olyan hulladékudvarnak a kialakítására is lehetőséget ad, amely azt a cél fogja szolgálni, hogy egy önkormányzati területen kialakítsunk egy olyan felületet, ahol kontrollált felügyelet tevékenység mellett bárki beszállíthatja díjmentesen azt a hulladékot, ami háztartáson belül született meg, termelődött meg, viszont nem tartozik a háztartási hulladék azon kategóriájába, amit konténerekbe ki lehet tenni. Ilyen például egy megunt bútordarab, egy nem működő számítógép, vagy akár az építkezésekkor, a lakásfelújításokkor keletkezendő építkezési törmelék, amelynek a maximális kapacitása 1 köbméter lehet per év, és ezen is hasonló más, minden más olyan, akár biodegradábil lebomló hulladéknak a kiszállítására is lehetőséget adunk, pontosan azért, hogy ezek ne kerüljenek sem a tömbházak elé, a konténerek mellé, sem a város széli illegális hulladékgyűjtő vagy tároló helyekre. Büntetéseket is kilátásba helyez az új szabályzat. Egyfelől egy intenzívebb tájékoztató kampányt is indítunk a hulladékgazdálkodási vállalat képviselőivel, melynek keretén belül minden egyes lakóhoz, minden egyes szerződő félhez el fogunk juttatni írásos anyagot is, de lesz természetesen az online médiában is, de a tájékoztatási kampány mellett ugyancsak az előbb említett szabályzatban büntetéseket is bevezetünk, pontosan azért, hogy aki ért a jó szóból és együttműködő szeretne lenni, akkor megadjuk rá a lehetőségét, és úgy, ahogy említettem, különböző módszerekkel segítsen minket abban, hogy minél több szelektíven begyűjtött hulladék keletkezzen a városba, és kevesebbet kelljen fizetni a hulladék begyűjtés áráért. Másfelől pedig, akik nem gondolják azt, hogy ezt meg szeretnék tenni, és illetéktelen hulladéklerakással
fogják úgy a köztereket, mint a város szélén levő, akár magánterületeket rondítani. Az ők esetükben büntetéseket fogunk majd kirónni. Ez a szabályzat megállapítja a magánszemélyek esetén 250 lejes értékig terjedő büntetést, valamint a jogi személyek esetén több ezer lejes értékben, akár 3-5 ezer lejes értékben is a büntetés mértékét. Ha a szelektív hulladékgyűjtés szokássá válna és kevesebb háztartási hulladékot termelne a közösség, csökkenhetne a személydíj. Egyelőre azonban emelésre volt szükség, hogy a tonnánkénti 80 lejes lerakási díjat fedezni tudják, így januártól a magánszemélyek havonta 7 lej 64 banit fizetnek, jogi személyek köbméterenként 116 lej 6 banit fizetnek januártól. Munkaszüneti nappá nyilvánította a kormány december 27-ét és január 3-át a közalkalmazottak számára. A kieső munkanapokat a közalkalmazottaknak 2020. január 31-éig be kell pótolniuk, és a december 25-29, illetve január 1-e és 5-e közötti időszak számukra mini vakáció lesz. A személydíj emelésén kívül más témákban is döntöttek az önkormányzati képviselők tegnap délután. Ez volt az év utolsó tanácsülése vélhetően. A testület asztalára került az MPP-s Kémenes László tervezete a nagycsaládosok támogatására vonatkozóan. A képviselők mindegyike megszavazta. A határozat nem kínál nagyértékű kedvezményeket, viszont jelentősen megkönnyíti a nagycsaládok számára, hogy a helyi rendezvényeken részt vehessenek, a sport és kulturális kínálatot kihasználhassák. Minden helyi önkormányzati intézménynél féláras kedvezményeket szavatol azon családoknak, ahol legalább 3 gyereket nevelnek, a szülők munkaviszonnyal rendelkeznek, és a gyerekeknek nincs 20-nál több igazolatlan hiányzásuk. Az igénylőknek nem lehet tartozásuk a városkassa fele. Az elképzelés szerint egy plastikkártya kiváltása után lesznek jogosultak a kedvezményekre. Bajkó László kezdeményezésére összehívják a Monturiszt Kft. Közgyűlését jövő év elejére. Ismét sok a megbeszélni való a cég tevékenysége kapcsán. Az Alkotmánybíróságon készülnek megtámadni a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakciói a gyermeknevelési pótlékot megkétszerező törvénymódosítást, amelyet szerdán fogadott el döntőházként a képviselőház. Egyes információk szerint a Penele procedurális kifogásokra alapozza az óvását. A liberálisok azt is kifogásolják, hogy a kormány előzőleg nem véleményezte a jogszabályt. Vakáció kezdődött mától az iskolások és óvodások számára. 3 hetet pihenhetnek a gyerekek. Idén újdonság, hogy az első fél év lezárult a téli vakációval. Közel 3 millió óvodás és iskolás kezdte el a tanévet szeptemberben az országban. Számukra a vakáció kezdődött ma. A tanév 35 tanítási hétből áll. Egy nagy változás az előző évekhez képest, hogy az első fél év jóval hamarabb ér véget, nem január végén, mint azt megszokhattuk, hanem már most a téli vakáció kezdetekor. A második fél év 2020. január 13-án kezdődik, és június 12-én ér véget. A téli vakáció 2019. december 21-e és 2020. január 12-e között tart. A tavaszi szünidő 2020. április 4-e és 21-e közé esik, a nyári pedig 2020. június 13-án kezdődik. A 12-eseknek 2020. május 29-én ér véget a tanév, a 8-osoknak pedig június 5-e lesz az utolsó tanítási nap. Hargita megyében egyébként több mint 50 ezer gyerek jár a tanintézményekbe, 85%-uk magyar nyelvű oktatásban. A Bálint András Alapítvány jubileumi díjátadó ünnepségét tartották meg Székelyudvarhelyen. Ez alkalomból Bálint András emlékdíjat kapott Zsigmond Attila gyergyószentmiklósi filmes. 25 éve minden év decemberében a csíkszeredai székhelyű Bálint András Alapítvány emlékdíjjal tüntetik ki azokat a székelyföldi vagy innen elszármazott írókat, költőket, szerkesztőket, akik tehetséggel, felelősséggel, példaszerű tartással és elkötelezettséggel szolgálják és képviselik a régió magyarságának érdekeit. A Kastély Erdélyben program Marosvásárhelyen is bemutatta a History is Our Story című interaktív webdokumentumfilmet, mely a Bonyhai Betlen kastély
az Erdőszentgyörgyi Rédei Kastély és az Erzsébet Városi Apafi Kastély történetein keresztül mutatja be az erdélyi kastélyok helyzetét. A találkozón levetített interaktív webdokumentumfilmet egy beszélgetés követte az érintettekkel. Nagy érdeklődéssel fogadták Marosvásárhelyen, hogy erdélyi kastélyuk jelentek meg interaktív webes felületen. Az erdélyi kastélyuk megmentésén és népszerűsítésén dolgozó pontcsoport azt szeretné elérni, hogy minél többen megismerjék ezeket a műemlék épületeket és élettel töltsék meg őket. Azért választottuk az interaktívebb dokumentumfilm műfajt, mert úgy éreztük, hogy egy film kevés is lenne, egy hagyományos dokumentumfilm kevés lenne, és hogy ez a formátum lehetőséget teremt arra, hogy azt a történeti potenciált, amit ezek a kastélyok magukban hordoznak, meg tudjunk mutatni annak, aki szeretné megismerni őket. A www.historiesourstory.ro portál multimédiás eszközöket felhasználva teszi lehetővé, hogy a felhasználó felfedezze a kastélyukat és a bennük rejlő történeteket. A bemutató a bonyhai, az erdőszentgyörgyi és az erzsébetvárosi kastélyukat veszi górcső alá. Aki virtuális sétát tenne ezekben, a saját ritmusában teheti meg. A webes felület egyaránt alkalmat ad a barangolásra, a visszatérésre, illetve a kiegészítő információk elolvasására. Ugye a kastélyokról szól a dokumentumfilm, viszont van egy nagyon érdekes felépítése, és pedig az interjúk, ugye egy dokumentumfilmről beszélünk, de az interjúk azok nem csak egymás után vannak vagdalva, hanem egy ilyen interaktívabb web dokumentumfilmet próbáltunk összeállítani, azaz kastélyoknak adatlapja van, több információt meg lehet tudni az adatlapokon keresztül. A weboldal egyelőre román és magyar nyelven érhető el, de hamarosan angol nyelvvel, illetve más kastélyok bemutatásával bővülhet. Idén is nagyon sokan csatlakoztak az Együtt Egymásért, Szent Miklósiakért nevet viselő jótékonysági akcióhoz. Az adakozóknak köszönhetően több száz család kapott tartalmas élelmiszercsomagot. Az akció utolsó napjaiban gyűlt adományokat még ezután viszik ki. Szombaton, december 21-én 17 órától tartják a 2019-es program záró eseményét a Schlager Centerben, amelyre mindenkit szeretettel várnak a szervezők. 17 kórus közreműködésével tartották meg a Küküllői Református Egyházmegye által szervezett adventi kórus találkozót. A szervezők ezúttal a Maros megyei Magfalvát választották a rendezvény helyszínéül. A település református temploma zsúfolásig megtelt a jeles alkalomból. A Küküllői Református Egyházmegye ezúttal 12. alkalommal szervezte meg a hagyományos adventi kórus találkozóját. Idén rekordszámú 17 énekkar karácsonyi hangulatú dalát hallhatták a jelenlévők, mintegy 341 személy regisztrált be a Maros megyei Magfalván megtartott színvonalas eseményre. A Küküllői Református Egyházmegyében ez már egy hagyomány, hogy adventben egy közös adventi kórus találkozót szervezünk minden évben más helyszínen a Küküllői Református Egyházmegye keretében belül, gyülekezeteiben belül. Idén ez a 12. alkalom, és Magfalvát választottuk a helyszínéül. Hogy esett a választás Magfalvára? Hát legyen nagy templom, hogy tudjunk sokan beférni, mert ugye ez egy ilyen 300 személyes rendezvény szokott lenni, ugye általában plusz még akik érdeklődők is eljönnek a környező településekről. Legyen nagy templom, tehát sok férőhelyes, és hát legyen kórusa. Mondjuk Magfalvának nem volt, és ebből az alkalomból alakult egy kórus, aminek nagyon örülünk. Ők az egyik újonnan alakult kórusunk az egyházmegyében. A rendezvényen jelen volt egy asszonykórus, több vegyeskar, mindemellett régóta együtt zenélő, valamint újra alakult, illetve újonnan megalakult énekkarok is képviselték településüket. Minden csapat két karácsonyi dallal örvendeztette meg a hallgatóságot. Erre a kórus találkozóra két művet hoztunk, egy Isten dicsőítőt és egy karácsonyi hangulatot hozó Mendelssohn művet. Miért tartották fontosnak, hogy részt vegyenek a kórus találkozón? Ez egy hagyományos kórus találkozó, minden adventben valamelyik egyházközség ezt megrendezi, úgyhogy sok éve, hogy járunk ezekre a kórus találkozókra. Más jellegű találkozókon milyen gyakran vesznek részt?
Hát most sajnos ez maradt a rendszeres kórus találkozó. Tunélik régenben is volt egy pünkösdi kórus találkozó, amit nagyon-nagyon szerettünk, 25 évet jártunk oda, csak ott most sajnos nem folytatódik ez a találkozás. A kórusok hangzatos, tiszta énekükkel karácsonyi hangulatot varázsoltak a Magfaldi Református templomban. Adventi énekeket tanultunk az elmúlt pár hónapban, amit már egy héttel ezelőtt az otthoni gyülekezetben is szintén elénekeltünk. Közösen, amit a kórussal sikerült megtanulni, és ugye a kórus is már magáivá tett, és megszerette, és már tényleg olyan, már szöveg nélkül is tudja énekelni a kórus, és közösen választottuk ki, hogy melyek azok az énekek, amikkel szeretnénk fellépni. Úgyhogy így közösen döntöttünk. Úgy általában közösen szoktunk dönteni az énekekről. Az adventi kórus találkozó délután 3 órakor egy rövid áhítattal kezdődött, majd a meghívott énekkarok sorban bemutatták műsorukat. A rendezvény zárásaként egy közös éneklése is sor került. A 17 kórus együtt adta elő Gárdonyi Zoltán Új világosság jelenék című dalát, mégpedig 3 szólamban. Most nézzük még egyszer, melyek voltak a fontosabb témák ma. Új hulladékgazdálkodási szabályzatot fogadott el nemrég a helyi tanács, a személydíjat is megemelték. Rábólintottak a nagycsaládosoknak nyújtandó kedvezményekre a városatyák. Elkezdődött a téli vakáció, s vele együtt véget ért az első fél év a diákok számára. Eddig a napszemle, az aktuális következik. Friss napszemlével legközelebb január 6-án jelentkezünk. Addig ünnepi műsorokat, koncerteket láthatnak a Gyergyó TV műsorán. Áldott ünnepeket kívánunk, viszontlátásra!